Hamarosan ellepi az erdőt a medvehagyma. A Mecsekerdő ZRT közleménye szerint jogszabályi változás a tavalyi előírásokhoz képest nem történt. Továbbra is a vonatkozó törvény értelmében jár el a társaság. Eszerint állami erdőben, vagyis nem védett területen gyűjthető a növény külön engedély nélkül. Azonban, ha tilosban szednek belőle, hatósági intézkedés alá is eshetnek. Állami erdőterületen bárki gyűjthet medvehagymát, de ennek is van egy felső határa. Ezt úgy hívják, hogy az egyéni szükségletnek megfelelő, ami naponta 2 kg és fejenként. Tehát egy ember egy nap 2 kg-ot gyűjthet maximum. Fontos változás azonban, hogy idéntől védett természeti területre nem ad ki medvehagyma gyűjtési engedélyt a társaság. A szakember felhívja a gyűjtők figyelmét arra, hogy a fokhagyma illatú gyógynövény levelei könnyen összetéveszthetők a mérgező májusi gyöngyvirág leveleivel, ezért gondos odafigyeléssel járjanak el szedeketés közben. Ha a kettőt egymás mellé tesszük, akkor a gyöngyvirágé egy szélesebb, egy erősebben kiszélesedő és valamivel rövidebb levél. Amit még jól lehet látni, szembetűnhet, hogy a gyöngyvirág, ahogy a talajból kihajt, ilyen csőszerűen, hengeresen összehajtott formában jön ki a talajból, míg a medvehagyma már, ahogy jön ki, mindjárt lapos a formája. A szakember azt tanácsolja, hogy még a felhasználás előtt is vizsgáljuk át a leveleket. A tavaszias időjárásnak köszönhetően akár már jövő héten láthatunk medvehagymát, szezonja általában 2 hónapig tart.